Kegyes volt az időjárás a balatonfüredi forrásparkból induló mountain bike túrázókhoz. A résztvevők 8. alkalommal vágtak neki a közel 60 kilométeres távnak. A túrakerékpározás célja nem lehetett más, mint bemutatni a Balatonfelvidék vadregényes, sokak számára talán még ismeretlen szépségeit. Elképesztő ez a lelkesedés, hiszen a előnevezés volt erre a túrára, és több mint 400-an előneveztek, úgy, hogy közben pedig megállt az élet mindenhol, mert akkor nagy a gyözönvíz volt, meg lezárták az autópályát, elmaradt a Forma 1, de itt a bringásoknak semmi nem számít, az igazi sportemberek. 80% az terepen megy ráadásul, úgyhogy ez nem egy sétagalop, 1300 méter szintkülönbség van, 55 kilométer lett a pálya, egy-két helyen kivettünk, ami nagyon dagonyás volt, mert 60 kilométer volt eredetileg, de hát így is nagyon komoly kihívás a bringásoknak ezt teljesíteni. Minden nap a biciklit használom, otthon városon belüli közlekedésre is, meg időnként el szoktam járni biciklizni, úgy különösebben nem készültem a túrára. Tehát azért csak fárasztó 60 kilométert végig tekerni, főleg úgy, hogy lesz itt emelkedő lejtő minden. Hát igen, a dombok azért valószínűleg egy kicsit megkintatják majd az embert, hát attól függ ugye, hogy kinek milyen az állóképessége. Én inkább egy kicsit a melegtől tartok, de talán nem lesz olyan vészes. Honnan tudtad, hogy lesz ez a túra? Hát igazából apukám mondta, hogy lesz, és akkor megkérdezte, hogy jöjjünk-e, és mivel szeretek biciklizni, ezért úgy voltam vele, hogy akkor jöjjünk-e. De azért ez csak olyan 50-60 kilométer. Hát igen, de én elég jó vagyok biciklizésben. Le fogod tekerni az egészet izomból? Persze. Számít valamit ilyenkor az eredmény, vagy hogy hányadik leszel, vagy csak az idő, és egy kicsit körülnézel? Most nem az időre megyünk, mert most igazából kikapcsolódni jöttünk ide, de azért végig fogunk menni normálisan. A 10 órai rajtot követően a kerekesek együtt vágtak neki a Balatonfelvidéki túrának.